Mit szóltak, amikor meglátták ezt a plakátot itt a műhely ajtaján? Hát azt hiszem, hogy nagyon sokan örültek neki. Tulajdonképpen nagyon sok olyan dolog van, amiben változtatni kéne a mostani helyzetben. Eléggé vegyes az összkép. Hát az a helyzet, hogy a KISZ nagyon rossz időpontot választotta, azt hiszem, de nem volt nagyon más választás egy ilyen vita sorozat elindítására. Nekem az volt a véleményem eddig is, hogy ezt jóval korábban meg kellett volna tennünk, akkor esetleg könnyebben megoldható lett volna. Mindenki érdeklődéssel tekintett a plakátra, és azt hiszem, hogy nagyon sokan elgondolkoztunk azon, hogy nekünk fiataloknak mi lehet a cél, amivel változtatni tudunk a jelenlegi helyzeten, amivel jobbá tudjuk tenni életünket, munkakörülményeinket. A Kiszvárosi Bizottság a konkrét programot vár, és ehhez ajánlásokat. Most nálunk a Bőrgyári szervezetnél egy közvéleménykutatás formájában minden fiatalt megkérdezünk, nem csak kiszeseket, kiszen kívülieket, és ezek összegzéseképpen a KISZ bizottságunk, az FMKT, illetve a szakszervezetek ifjúsági tagozata egy konkrét bőrgyári programmal fog majd előállni. Én azt hiszem, hogy a dolgozó fiatalokat elsősorban a lakáskérdés az, ami manapság foglalkoztatja. Mindenképpen a munkafegyelmet szeretnénk szilárdítani, és ezzel élen szeretnénk mi kiszesek járni. Értem ez alatt a munkaidő betartását, a munkaidő jó kihasználását, vigyázni értékeinkre, selejtgyártást kiküszöbölni. És mennyire aktivizálhatók-e témákban a fiatalok? Én azt hiszem, hogy egyre jobban. Végül is a piacról él mindenki, tehát lényeges kell, hogy legyen, hogy mennyit visz haza. Hát jelenleg a tagság meglehetősen bizalmatlan nagy részt, és inkább várakozó állásponton van. Mi kíváncsiak arra, hogy mi sül ki ebből. Hát sokan tisztában vannak azzal, hogy milyen nehézségekbe ütközik nálunk bármilyen változtatás. Egyrészt megvannak a belső nehézségek, a kölcsönös bizalmatlanság és az információ áramlásban bekövetkező torzulások. Nem vagyunk tisztában a tagjainknak a véleményével annyira, mint kéne, és ők sincsenek tisztában a vezetésnek a szándékaival. És hogy ez tisztázódjon, ez semmiképpen nem megy máról holnapra. Úgyhogy első pillanatban azt hiszem, nálunk jelenleg az országban olyan akciót nem lehetne elképzelni, ami azonnal magával ragadná bármelyik szervezetnek a tagságát. A fiatalok általában, mint minden fiatal, az újra nagyon fogékony. Egy újszerű, teljes mértékben új program, vagy egy olyan jelenség ez most a KISZ-ben, amely egy újnak, egy teljes mértékben reális megfogalmazás, egy nyíltság, egy olyan őszintesség, amely az egész társadalomra vetítve jó volna a fiatalság szempontjából. Körvonalazódik-e már a válasz a plakáton feltett kérdésre? Nagyon-nagyon őszinte és nyílt válasz volt, hogy olyan szocializmust építsünk, ahol a nyugdíjasnak és a holnap születő csecsemőnek is jó legyen.